Az elmúlt napokban Nyíregyházára látogattam, ahol utána jártam, hogy manapság milyen képzési lehetőséget kínál a főiskola a leendő pilótáknak. Azt gondolom, hogy egy hiánypótló és rengeteg hasznos információt tartalmazó videót sikerült elkészíteni. A következő perceket elsősorban azoknak ajánlom, akik nagygépes karrierre vágynak. Szelestei Gyula tanár úr 1982 óta tanít a főiskolán, és ez idő alatt közel 400 pilótát oktatott. Az elkövetkező bő 20 percben ő fogja összefoglalni, hogy mi minden szükséges egy sikeres pilóta karrierhez. Még mielőtt elindulunk, azt javaslom, hogy a képernyőn látható elérhetőségeket írd fel, ugyanis ha bármi kérdés felmerül benned az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor ezek bármelyikén közvetlenül el tudod érni tanár urat. A Nyíregyházi Főiskolán 1968 óta folyik hivatásos pilótaképzés. Hivatásos pilóta az, aki tevékenységért pénzt kaphat, tehát ez megélhetésének forrása. Régen mezőgazdaságpilótákat képeztünk, 92 óta kereskedelmi pilótaképzés folyik. A önköltséges lett a képzés 3 éve, ennek következtében, mivel az igények úgy alakultak, hogy elsősorban a jövedelmi viszonyok miatt mindenki közforgalmi repülésbe kívánt elhelyezkedni, ezért 3 éve ATP, a integrált képzést folytatunk, ami azt jelenti, hogy frozen ATP-t kapnak, tehát az elmélet ATP-t, a gyakorlati repülés pedig 140 légióra, és ebben a szimulátorban repülnek a fiúk 60 órát, amiből 40 óra műszerrepülés, 20 óra pedig az MCC, tehát a személyzet együttműködésnek a gyakorlása. Tehát akik innen kimennek, azok több motoros, tehát multi-engine műszerjogosítással mennek ki, plusz az MCC-t kapják meg, távlatilag ehhez még a jet orientation jön hozzá. És ha minden jól megy, akkor még majd a type rating is. Tehát az attól függ, hogy jövőre hogy indul az új szak. A főiskolára érettségivel lehet jelentkezni, középiskolai érettségivel, tehát gyakorlatilag 18 éves kortól lehet jelentkezni, és felső korosztály nincs, tehát felső korhatár nincs. Viszont mivel most önköltséges a képzés, ezért a Diákhitelközpont adja, mert majdnem mindenki, mivel ez egy nagyon kedvező a Diákhitel 2 hitelkonstrukció, ez 2%-os hitelt jelent. 2%-os kamatot kell visszafizetni, ugye az egész képzés durván 13,5-14 millió forint. Ez egy szép nagy összeg. Ennek a törlesztő részlete is eléggé jelentős lehet, de a fizetésnek csak 10%-át kell fizetni, azt viszont el kell kezdeni, ha jól emlékszem, 40 éves korba. Tehát gyakorlatilag még ha akkor jön be hallgatónak, akkor szinte egyből kell fizetni, tehát ennek megfelelően elsősorban inkább a 35 év alatti korosztály, de az elhelyezkedésnél is a tapasztalat azt mutatja, hogy azok tudnak könnyebben elhelyezkedni. Azok, akik már valamilyen felsőoktatási intézményben mérnökként, jelenleg nálunk gépészmérnök vagy közlekedésmérnökként végeztek, azoknak kínál a főiskola másfél éves, tehát 3,5 éves szakirányú továbbképzést. Ez olyan, mint egy szakmérnöki, és gyakorlatilag ez alatt a másfél év alatt semmi más nem kapnak, csak az, ami a hivatásos pilótasághoz kell, tehát megkapják az ATP elméleti tantárgyakat, abból hatósági vizsgát angol nyelven tesztrendszerben kell letenni a hatóságnál, és ugyanezt a repülési gyakorlatot, amit az előbb mondtam. A főiskolára, tehát én most egyelőre azt tudom mondani, ami jelenleg, tehát még idén érvényes, ugyanis jövő évtől már hivatásos repülőgépvezető szakra kell majd jelentkezni. Tehát egyelőre a képzés és kimeneti követelményeket elkészítettük, ezután jön majd a szaknak az indítása, de úgy néz ki, hogy jövő évtől ez lesz a szak. Én azt tudom mondani, ami pillanatnyilag van, tehát jelenleg közlekedésmérnöki szak, légiközlekedési hajózó szakirányra
történt a beiskolázás. Most van, most zárul le a pótjelentkezés, és ide az érettségi mellett, érettségiben 5 tárgyból 2-nek meg kell lenni. Tehát a matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, ebből ugye matematikából mindenkinek kell érettségizni, a fennmaradó 4 tárgyból 1 érettséginek meg kell lenni. Sajnos most a pótjelentkezéseknél is volt olyan, aki földrajzból érettségizett, nem tudtuk fölvenni. Tehát gyakorlatilag ez lenne az egyik feltétel. A másik feltétel orvos és pályalkalmasság. Tehát gyakorlatilag ugye jelenleg a szabályozók, azok az orvosi alkalmasságot írják el, hogy egyes minősítésű orvosija legyen a jelentkezőnek, mi viszont a tapasztalatunk az, hogyha nem csinálunk pályalkalmasság vizsgálatot, akkor esetleg a kiképzés közben derül ki, hogy például nincs az illetőnek figyelemmegosztó képessége. Vagy hosszú a reakció ideje. Tehát éppen ezért jelenleg korábban ez a Budapest Airport csinálta ezt a pályalkalmasság vizsgálatot, ott megszüntették, és jelenleg a vasúti dolgozók pályalkalmassági laborjában csinálják. Ugyanazok különben, akik kint voltak Ferihegyen, ugyanazok csinálják. Tehát ez a második feltétel, hogy orvos és pályalkalmasság. A harmadik feltétel a középfokú angol nyelvtudás. Tehát az elején csak úgy írtuk bele, hogy középfokú angol nyelvismeret, de első év végére meg kell lenni a nyelvvizsgának. Most, jövő évtől már benne lesz az, hogy meg kell lenni a nyelvvizsgának. Mert jövő évben már az első évben, tehát az, hogy hivatásos repülőgépvezető, már az első fél évben is lesz, én viszem a repüléselméletet, repüléselmélet és szakmai angol. Tehát a szakmai angol az a középfokú nyelvismeret. Gyakorlatilag ezek a feltételek, hogy valakit felvegyünk. És meghatározott ponthatár. Mert ugye idén volt 208 van, minimális pont, és meg kell mondanom, van egy 289 pontos emberkénk, akit lehet, hogy az elején elbeszélgetünk vele, hogy jól mérte fel az erejét. Mert ugye felveszi a nagy hitelt, de nem biztos, hogy ezt a főiskolát el tudja végezni. Tehát gyakorlatilag ide, ha valaki jön, olyan 340-350 pont körül. Nem kell kitűnő tanulónak lenni. Régen, amikor volt még, régen, 4 éve, volt államilag támogatott képzés, ide 450-460 ponttal lehetett bejutni, mert 70-en jelentkeztek a 6 helyre. Tehát nagyon nagy volt, mindenki tudta, már középiskolájétől készült rá, hogy be tudjon kerülni, hogy ennyi pontszámot, ilyen magas pontszámot el tudjon érni. Hát gyakorlatilag az alsó limit az a 3 fő. Alsó limit, de ennél mindig többen, most is többen jelentkeztek. Idén úgy néz ki, hogy a pótjelentkezéssel együtt 13 embert veszünk fel. Egyelőre, mivel 20 fős, ugye az FCL előírja, hogy mekkora csoport létszám, illetve ha annál nagyobb a létszám, akkor osztani kell, sőt gyakorlatigényes tárgyaknál 12 főnél nagyobb csoport nem lehet, tehát adott esetben egy navigáció, vagy egy repülés előkészítés tervezés, ahol számításokat kell végrehajtani. Tehát éppen ezért mi 20 fős maximális keretben gondolkozunk egyelőre, tehát egy évfolyamban, évfolyamonként egy csoportban. Abban az esetben, ha annyira megnő az igény, hogy a légitársaságok igénylik, akkor maximum 2 csoport, tehát 40 főben gondolkodunk. Ehhez még azért hozzá kell tennem azt, hogy ebben az évben indul kinn a repülőtéren a Wizz Air Cadet program 12 fővel. Ugye 40 főre hirdette meg a Wizz Air, a CTC egy angol repülőiskola nyert el 28 helyet, és a Trainer Kft. Nyert el 12 helyet. Most folyik a formába öntés, alakítják át a tantermi helyiséget, kinti felkészülési helyiségeket, és úgy néz ki, hogy szeptember végén ez indulni fog, jóval drágább. Tehát ez type ratinget tartalom, az, és az a fő előny, hogy végzés után 60 napon belül a Wizz Air alkalmazza a megfelelő eredményt elérő, ez 36 millió forint, tehát 120 ezer euró. A főiskolai képzés az 3,5 éves, tehát 7 fél éves a képzés.
És eddig mindig csak az első év, az első két fél év, az együtt ment a közlekedés szakos hallgatókkal, ugye ott van műszaki logisztikus is, van légközlekedési műszaki, szakirányos, és csak a harmadik fél évtől jöttek a szakirányos tárgyak, tehát a repüléselmélet és a szakmai angol. A második év végén kezdték a repülést, és így mindig gond volt a befejezésem, mert sajnos az időjárás olyan. Éppen ezért idén már elkezdtük, hogy az első év végén repüljenek, és akkor biztos, hogy a hetedik fél évre végére be fogják fejezni. Tehát 7 fél éves nem nagyon szokott előfordulni, esetleg egy-egy fél éves megcsúszás. Tehát az, hogy valaki lemorzsolódjon, olyan nincsen, mert a mostani kredites rendszerben ugye minden további nélkül felveti ismételte a tárgyat. Ugye a 7 fél éves képzés, sokan azt hiszik, hogy na, Nyíregyháza műszaki képzés nem olyan színvonalas, nem olyan nehéz, mint egy budapesti műszaki egyetemnek a képzése. Tény és való, hogy a műegyetem erről híres, hogy az alapozás, tehát főleg a matematika, mechanika, ezek nagyon alaposan mennek. Annak idején, mikor én 67-ben végeztem, akkor még azt mondták, aki az szigorlatokat, mert ugye akkor voltak szigorlatok, aki a matek, mechanika és mechanika szigorlatot leteszi, azt már az Isten sem menti meg a diplomától. Mert való igaz, hogy utána mentek fölfelé az átlagok, mert nagyon kemény alapok voltak. Ez a főiskola sem könnyű. Tehát éppen azért mondtam az előbb is, hogy körülbelül egy olyan 350 pontos pont kellene, ahhoz, hogy biztonságosan a 3,5 év alatt, tehát a 7 fél év alatt elvégezze. Ha valaki megcsúszik, az általában az szokott lenni, hogy ugye így januárban végeznének, és akkor egy fél évvel később, júniusi záróvizsgai időszakban fejezi be. Tehát gyakorlatilag ennyi. Van úgy, hogy egyszerűen nincs keresztfél évben meghirdetve egy tárgy, és olyankor előfordul, hogy na egy évet csúszik. De a tapasztalat az, hogy jelenleg is azért, mivel mindenki tudja, hogy jóval több órája van egy pilóta jelöltnek, hisz itt két helyre kell megfelelni. Meg kell felelni az akkreditációs bizottságnak, hogy közlekedésmérnök legyen belőle, és meg kell felelni a légügyi hivatalnak, ugye, hogy letegye a hatósági vizsgákat. És emiatt a pilóta jelölteknek jóval több a heti óra számok, mint a többi szakos hallgatónak. Jelenleg, mivel csak önköltséges képzés van, ezért mindenkinek akkor van kilátás, hogy visszafizesse ezt a hitelt, hogyha közforgalmi repülésbe helyezkedik el. Mi el szerettük volna azt érni, hogy legalább 2-3 embernek legyen államilag támogatott a képzés. Ugyanis hivatásos pilóta jogosítás kell a mezőgazdasági repüléshez, ilyen jogosítás kell az utasreptetéshez, a transzparens vontatáshoz, tehát mindahhoz, amiből jelenleg jó páran élnek az országban. Tehát vannak kisgépes vállalkozások, és aki ilyen kisgépes vállalkozásban megy el, hát volt hallgatónk közül van olyan, aki ilyen helyen van, de neki szerencséje, hogy a papája annak idején itt végzett, mezőgazdaság pilótaként, mikor a repülőgépes szolgálat megszűnt, vásárolt gépeket, és ott volt egy családi vállalkozás, hogy volt 8-10 repülőgép, és volt mind repülni, volt mivel pénzt keresni, de akkor még ő államilag támogatott képzésként végezte el. De abból a pénzből, ami fizetésből, ami jelenleg a kisgépes repülésben van, kilátástalan a visszafizetés, mert körülbelül a 14 milliónak csak a kamata havi 25 ezer forint. Tehát annyit minimum kellene, és akkor még a tőke nem is csökkent. Csak ennyit kellene törleszteni, hogy ne növekedjen a visszafizetendő össze. Tehát mindenki közforgalmi repülésbe akar menni, ez pillanatnyilag úgy zajlik le, hogy végzés után általában 2-3 évet kisgépes repülésben gyűjtik az órákat, sokszor majdnem ingyen repülnek, csak azért, hogy a légióra nőjön, hisz jelenleg a Wizzair is 300 légiórát vár. Tehát itt hiába van 60 óra szimulátora, de csak 140 légióra. Tehát önnek is 160 órát kell gyűjteni ahhoz, hogy bejelentkezhessen a Wizzairhez. És ez általában társaságtól függ, mert van, ahol egy év alatt is megrepüli ezt, vagy még többet,
de van, ahol lassabban. De lényeg az, hogy mindenkinek akkor van esélye a visszafizetése, amikor el tud helyezkedni akár egy fapados légitársasághoz. Most van benn még három olyan hallgatónk a negyedik évfolyam, mert ugye a hetedik fél évben, akik még államilag támogatottak. Tehát ilyenkor őnek ez semmibe se kerül a képzés, tehát ez valóban teljes egészében állami finanszírozás, de már abban az évfolyamban is a fele az önköltséges. Na most az önköltséges, az azt kell tudni, hogy vagy a szülők állnak olyan jól, tehát jó páran végeztek már így, hogy önköltségesen, vagy jelenleg a diák hitel 2, hitelkonstrukció. Még ha megvan a pénz, akkor is általában ezt felveszik, mert akinek megvan az a 14 milliója, többet tud kihozni. Tehát ha befekteti, a 2% kamatnál többet tud kihozni. Tehát ez a tapasztalat. Ezt a hitelt a diák veszi fel. Tehát ebbe az az érdekes, nem a szülő veszi fel a hitelt, hanem ő, és ő neki kell visszafizetni. De még egyszer, mindenki látja azt, hogy olyanok a jövedelmek a közforgalmi repülésben, hogy nem lesz probléma a visszafizetéssel. Arra gondoljunk, hogy egy vizernél körülbelül 4-4,5 év után kapitánnyá válik az első tiszt, amikor 1,5 millió forint fölött van a havi fizetése, amit hazavisz. Abból 150 ezer forintot, tehát 10%-ot törleszteni, nem okoz komolyabb gondot. Ugye anyagi, az sajnos nem. Most pillanatnyilag, ugye mi annak ide, amikor még a Sky Europe repült, abban akkor is már felmerült az, hogy abban az esetben, ugye már akkor jelentkezett az, hogy gond volt. Tehát itt az utolsó, hát én 99-től voltam 2005-ig, míg nyugdíjban nem mentem tanszékvezető, és hát akkor bizony állandóan lebegett a Damoklesz kardja, hogy mikor szűnik meg a képzés. Mert nem adják a pénzt, ugye sokba kerül egy pilóta képzés. És akkor mi a Sky Europe-val fölvettük a kapcsolatot, hogy van garanciát. Tehát adjon garanciát arra, hogy akit kiképeznek, a bank adjon hitelt a hallgatónak, ő meg majd garantálja, hogy lesz annyi fizetés, hogy vissza tudja fizetni. Hát most jelenleg, mert látjuk azt, hogy a külföldi repülőiskolák is azt csinálják, hogy odaírják a honlapjukra, hogy melyik légitársasággal van kapcsolatuk. Mivel az itt végzett pilóták jelentős része a Ryanair-nél, a Wizz-nél, Travel Service-nél, illetve most Távol-Keleten, tehát Kína, Közel-Kelet helyezkedtek el, de ez az első három légitársasággal próbálunk most kialakítani egy olyan kapcsolatot, hogy szándéknyilatkozat. Tehát ami nem kötelezi őket semmire, csak annyi, hogy ha felvétel van náluk, tehát első tiszt felvétel, akkor az itt végzetteket behívják felvételi eljárásra. Ha jól szerepelnek, bekerülhetnek, ha nem, akkor magukra vessenek. Tehát akkor azt jelenti, hogy nem tanulták meg rendesen az anyagot. De bízunk benne, hogy nem lesz ebből probléma. Tehát ez tulajdonképpen támogatás lenne, mert ez biztosítana az, hogy nem kell esetleg 300 repültóra, ugye, mert integrált képzésben ennyi van, és mindenhol integrált képzést folytatnak. Az, hogy egy légitársaság több órát kíván, ugye, az akkor kíván több órát, amikor nem kell neki annyira a pilóta. De tudjuk azt, hogy milyen fejlesztések vannak adott esetben a Wizz-nél is így. És ennek következtében várható az, hogy hamar el fognak tudni helyezkedni az itt végzettek. Itt azért egy gondot mondanák, ugye, hogy itt a repülőtéren csupa olyan oktató van, tehát a gyakorlati oktató, aki itt végzett Nyíregyházán. Tehát gyakorlatilag ők végigcsinálták ugyanezt a képzést, ők viszik most a kadett programba az elméletet is, angol nyelven megy ugye, illetve hát tulajdonképpen itt ez alatt a 2-3 év alatt, mert az nem vagyunk, hogy mondjuk, nem. Tehát tudjuk azt, hogy mindenki el fog menni, mindenki nagy gépre fog menni. De itt, ez alatt az idő alatt bizony meg fognak dolgozni, megkapják a fizetést majd érte, tehát nem az az alacsony bér lesz, de
tapasztalatot is szereznek abban, hogy angol nyelven és a képzésben, elméleti és gyakorlati képzésben. Tehát ez egy nagy előnyünk, hogy azok oktatnak és főállásban, tehát nem olyan, hogy szerződés, hogy na, szükség esetén oktass be, főállásban azok oktatnak, akik maguk is végigcsinálták ezt a 3,5 évet. A hivatásos pilóta, tehát közhulla pilóta pálya, nem családbarát. Tehát rossz látni azt, hogy jó pár volt hallgató. Nem első, vagy nem is második házasságában van. Mert nagyon toleránsnak kell lenni a feleségnek, hogy azt a rendszertelen életet, hiába tudja egy hónappal előre, mikor fog repülni. Azért rendszertelen élet. Ez az egyik. Másik, ha valaki csak Magyarországon tudja elképzelni az életét, ne választ ezt a pályát. Hisz itt Magyarországon még a Vizernek ugye most összesen lesz 11 gépe, 120 pilóta. Ennyi embernek tud. Ryanairnek is van itt gépe. De összességében ugye a Malévnak volt 26 gépe, volt 270-280 pilótája. De a többiek, azok külföldön fognak. Hisz a Vizernek is a legtöbb bázisa itt a környező országban van. Van Magyarországon, ez a két bázis lesz most, de sokkal több van Romániában, sokkal több van Lengyelországban. Tudomásul kell venni, hogy nem Magyarországon fog élni. Ezért azt is tudomásul kell venni, hogy egész életében az angolt. Angolul fog beszélni, nem csak munka közben, munkán kívül is, mert azt fogják megérteni, ha csak meg nem tanuljanak az országnak a nyelvét. És még egyet egy dologra szoktam felhívni a figyelmet, hogy mindenki próbálja ki, mielőtt idejön, nem az utasszállító repülőgépen való repülést, hanem egy kis gépen. Mert abban a pillanatban, ha ő benne feszültség van, mikor egy repülőgépre felül, akkor gyomorfekély lesz előbb-utóbb. Tehát olyan ne válassza ezt, akiben feszültség van, akkor, ha nem szilárd talaj van a lába alatt. Tehát gyakorlatilag ezért én javaslom, 10 percre repülésre benevez, nem kell műrepülni, csak egyszerűen, hogy repüljön egy kis géppel, ami azért érzékenyebb, dobálós idő van, minden, hogy észrevegye azt, hogy na, ezt én fogom bírni, vagy nem fogom bírni. Tehát ezekre szoktam felhívni a figyelmet, hogy akik ide jelentkeznek, ezeket döntsék el maguknak van, mert ha valaki nagyon családcentrikus, akkor nem tud elszakadni a szüleitől, mert ilyen is volt, hogy a szülők. Hát mi még azt hittük, hogy az első év végén még mi a gyerekkel lehetünk, és rosszul esik nekik, hogy lesz 3 hét szünetjük, és 8 hét nyári tábor van. És sokszor csodálkozok, mert ez az elszakadás, tehát ez, amikor itt vannak főiskolán, ez a családtól való elszakadás időszaka, az önállósulás időszaka. És még annyit, mert itt is azért van egy-két olyan eset előfordul, amikor valaki már elkezdte az életét, és akkor dönt. Akkor dönt, hogy ő mégis pilóta akarna lenni. Ugye ez a diákhitel lehetővé teszi, hogy felvegye bárki, aki ide bejelentkezik, és erre a szakra jelentkezik, és felvételt nyer. De azért a felvétel eljárások során is. Általában nézik azt. Egyrészt pozitív pontnak számít az, hogyha szakirányú felsőoktatási végzettsége van. Másrészt az, hogy fiatal. Mert a fiatal tovább tudja használni. Hisz azért azt tisztán kell látni, hogy az, hogy évente 900 órát repülhetnek most a pilóták, az elég kemény fizikai meló. Szóval főleg az, mikor így nyári hónapokban 90 órák. Ugye? Mert ilyenkor télen kevesebbet repülnek, de nyári hónapokban 90 órákat megrepülik, sokszor úgy, hogy még egy hét szabija is van közben. És akkor bizony, amikor repül, akkor szinte ilyen nappal a levegőben van. Tehát én ezt most azért mondtam el, hogy fizikai állóképesség is kell ahhoz, hogy valaki jó állandó ülőfoglalkozás, tehát elnézem a 20-30 éve végzett hallgatókat, és bizony nagyon tekintélyesen ki már, tehát sajnos rakódik le a zsír oda, ahová nem kellene, tehát ez van. Tehát ez ilyen foglalkozás. Hey, you could be large, yeah.